Kedves nézőink, bizonyára sokan észrevették, hogy az elmúlt időszakban munkálatok zajlanak Ajkán, a kaszinóban. Erről is szó volt többek között azon a sajtótájékoztatón, amelyet pénteken tartottak a megyeházán. Most ide látogathatnak el velünk. A következő helyszín, ahol szintén kormányzat átalakítása van folyamatban, az Balaton-Almádi után Ajka. Ajkán az ajkaiak és ott a környékbeliek vagy helyek által kaszinóként ismert épületben kerül kialakításra a kormányablak, illetve a járási munkai osztály is, hisz ez is megújul. Ott két szinten, a földszinten és az első emeleten kerülnek kialakításra azok az irodák és azok a háttér irodák vagy tárgyalók, amelyek ezek a tárgyalást szolgálják majd. A földszinten az ügyfélterek kialakítására kerül sor, mindkét ügyfélteret, akár a kormányok, akár a munkai osztályok kerül elhelyezésre, az emeleten pedig a háttérirodák, vezetőirodák, különböző irattárak és tárgyalók kialakítására kerül sor. Ez egy közel 120 milliós nagyságrendű beruházás, a legnagyobb beruházás talán ezek közül a kormányok átalakítások közül, amely megyei összesen közel 500 milliárd forintot vesz fel, tehát 13 helyszín. Miért éppen a kaszinót választották helyszínnek, és mikor vehetik birtokba az ügyfelek a kaszinó épületében a szolgáltatásokat? Nagyon fontos elmondani azt, hogy a kaszinó épületét, az Ajkaiak körében a kaszinó épületét is én is így ismerem, nem mi választottuk ki, hanem még 2011 előtt a regionális munkaegyi központok a felmérésben és az előzetes igényfelmérésekben és helyszín elhelyezésekben találták meg azt a helyszínt, és gondolták, mivel az ő tulajdonukban is van, hogy ott egy jó helyszín lehetne a munkaegyi kirendeltségnek, és a ma már munkaegyi vagy foglalkoztatási osztályként működő osztályunk elhelyezésére ezért került oda sor. Azt követően pedig már a kormányablak kialakítását hozta magával az élet, vagy a létszerűség és az észszerűség, hogy a kettő ügyfélszolgálati tér egy helyen helyezkedjen el, és a két beruházáshoz kapcsolódó uniós forrás együttesen ott felhasználásra kerülhessen. Mindannyian tudják, én azt gondolom, az ajkaiak vagy az ajka környékiek, hogy egy üresen álló, elhanyagolt épület az csak romlik állagában, és csak egyre rosszabb lesz. Ezért aztán mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy jó dolog Ajka városának is, hogy ott egy olyan épület, amely régóta üresen állt vagy funkció nélkül volt, az megújul, és egy új államigazgatási térnek ad helyet, vagy államigazgatási feladatokat ellátó két ügyfélszolgálati teret lehet benne megvalósítani. A környezetét is meg fogjuk egy picit újítani, tehát nyilván parkolók, járdafelújítás megtörténik körülötte, és mind a kormányablak ki ügyeket intézhetik ott az ajkai és ajka környéki lakosok, mint pedig a munkaügyi, korábban munkaügyi kirendeltségként ismert, ma foglalkoztatási osztály keretein belül intézett ügyekkel fordulhatnak oda az álláskeresők, vagy éppen a foglalkoztatást elősegítő támogatásokért a vállalkozók, és én azt gondolom, hogy egy jó helyszín lesz, nagy helyszín, tágas helyszín. Hát az ügyfélt az több száz négyzetméter, most ezt így hirtelen fejből teljesen pontos számként meghatározni, azért nem akarom, mert nem látjuk még, vagy nem tudjuk azt pontosan abból fakadóan, hogy mennyi lesz az az ügyfélterbe bevont teljes pontos négyzetméter, amelyben kifejezetten ügyfeleket kell foglalkozunk és intézzük, hisz nem csak maga a földszinten elhelyezkedő ügyféltérben történik ügyintézés és ügyfelezés, úgymond, hanem a háttérirodák, az emeleti irodákban, ahol például támopos ügyintézések folynak. Ez a támop szó, ugye ez többször megjelenik és összefoglaljuk, ez a társadalmi operatív program keretében, egy uniós csomag keretében foglalkoztatást elősegítő támogatásokat kezelnek ott a kollégáink, vállalkozóvá válást segítik elő, tehát a régóta mondjuk álláskereső ügyfél fordulhat hozzánk, és vállalkozóvá válási támogatást kérhet és segítséget kérhet, illetve ott folyik még a 25 év alattiaknak a munkába állítása, álláshoz juttatásának az elősegítése, illetve különböző képzéseknek a bonyolítása. Úgyhogy ezek mind-mind az ügyféltér, a földszinten lévő több száz négyzetméteres ügyféltérhez még kiegészítésként hozzájárulnak. Mekkora összegű a beruházás? Közel 120 millió forint bruttó összegű. Ez a legnagyobb a 13 kormányablak közül, bárha ugye itt azt mondom, hogy nem csak kormányablak, hanem munkaügyi kirendeltség, foglalkoztatási osztály, akkor nem egészen igaz, de mindenféleképpen Ajka kapja az egyik legnagyobb forrást ingatlan felújításra és fejlesztésre, és ott történik a legnagyobb mértékű, számokban kifejezetten mértékű fejlesztés és felújítás. Mikor kezdődött a beruházás, várható, amikor fejeződik be, és mikor vetik az ügyfelek birtokba az új épületet? Augusztusban kezdődött el a felújítás és a beruházás. Várhatóan október végére, legkésőbb november elejére készül el a
teljes kivitelezési munkát, és jelentik észre a feladatokat várhatóan a kivitelező. November elején birtokba vehetik az ügyfelek is ezt az ingatlant, és onnantól kezdve fog működni folyamatosan. Az épületek, ahonnan kiköltöznek a munkatársak, mi lesz a sorsa? Hát a takarékos hatékony közigazgatás megteremtésének az elvei mentén a jelen pillanatban bérleményekben lévő foglalkoztatási osztály, illetve földhivatali osztályunk, az, amelynek az elhelyezése is azáltal megoldható lesz, ami azt jelenti, hogy bérleti díj fizetése nélkül saját ingatlanjainkba, vagy vagyonkezelt ingatlanokba fogjuk tudni elhelyezni az ügyintézőinket, és ezt a két osztályt teszi lehetővé mostani beruházás. Ez azt jelenti, hogy a ma városházán működő okmányiroda, az későbbiekben ugye kormányablakként itt a kaszinó épületében fogja folytatni a munkáját, és novembertől ott fog lenni, és az felszabaduló városházán lévő okmányirodai helységekből kiköltözők helyét pedig el tudja foglalni majd a földhivatali ügyintézőink, vagy el tudják foglalni, és földhivatali ügyintézés ott fog folyni. Ezáltal az egyik bérleményt meg tudjuk szüntetni, vagy fel tudjuk mondani, úgymond, csökkentve ezáltal a kormányhivatal kiadásait, és a foglalkoztatási osztály pedig, ami szintén a kaszinóban kap helyet, vagy a kaszinó épületében, ott pedig szintén abból a bérleti ingatlanból tudunk majd átköltözni ide, amelynek aztán a bérleti díját szintén ezt követően nem kell, hogy a kormányhivatal költségvetését terhelje.